Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. A jövő évtől változik a hulladékgazdálkodás rendszere az országban, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Mit jelent ez, és mit észlelünk ebből mi, ügyfelek? Erről is szólunk mai műsorunkban, de előtte nézzük, hogy még mivel várjuk ma önöket. Két gyár épül egyszerre. Gyümölcsléüzem és chipsgyár alapkövét rakták le Újfehértón. A fórum a miniszterrel, Nagy István is vendég volt szombaton Balkányban. Változó keretek koncesszió alapján szervezik a hulladékgyűjtést. Két gyár alapkövét rakták le egyszerre a napokban Újfehértón. Egyszerre épül a város határában gyümölcslé üzem és egy gyümölcs, zöldség és gombacsipsz gyártó üzem. A beruházásokhoz önkormányzati területeket vásárolt a befektető, így nem csak új munkahelyek jönnek létre, de bevételt is jelent a fejlesztés a településen. Vendégem Hosszú József Újfehértó polgármestere. Jó napot kívánok, polgármester úr! Köszönjük, a televízió néző. Köszönjük, hogy itt van nálunk. A befektető cégek keresték meg önöket, vagy fordítva volt, lobbizni kell lett ezért a befektetésért a városnak? Én úgy gondolom, hogy a mai világban minden egyes befektetőért az önkormányzatoknak lobbizniuk kell, hisz Újfehértónak még nincsenek olyan adottságai, amelyekkel vonzóvá tudná tenni a befektetők előtt ezt a települést, hisz nincsen még ipari parkunk, ezért keresni kellett olyan befektetőt, aki a jelenlegi feltételek és intézményrendszer mellett is, közműrendszer mellett is hajlandó Újfehértóra betelepülni, ezért is volt nagy öröm, hogy ez a két cég Újfehértót választotta végül. Milyen igényt szolgál ki akkor ez a két befektető? Hiszen ha mondta, hogy keresni kellett, akkor valószínűleg volt rá egy igény, amit az önkormányzat megpróbált megoldani. Ugye Újfehértó egy agrártelepülés, és szerettük volna, hogyha az helyben megtermelt javakat, zöldséget és gyümölcsöt minél közelebb tudnánk feldolgozni, hisz a gazdákkal beszélgetve nagyon sokszor elhangzott az a panasz, hogy nem tudják hová tenni a megtermelt javaikat, nincsen komoly felvevőpiacuk, ezért is jó ez a két üzem, hisz nem csak az Újfehértón, hanem a környékbeli termelők által megtermelt zöldséget, gyümölcsöt, akár gombát is helyben Újfehértón fel tudják dolgozni, ez egy biztosabb piacot jelenthet a termelőknek. Ez elég érdekes, hogy gomba. Igen, tehát, hogy Újfehértó tekintetben jelen jár a gombatermelésben? Nem mondanám, Újfehértónak még komoly hagyományai nincsenek, de nem igényel különösebben nagy szaktudást és különösebb komoly feltételeket a gombatermesztés, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan gazdák, akik megpróbálkoznak majd ezzel. Az önkormányzat saját maga termelő tevékenységet nem folytat? Ezt a tekintetben kérdezem, hogy nincsenek olyan termések, amelyeket ebbe a gyárba lehet majd feldolgozni ebben a gyárban? Hát 2020-ban kezdtünk el a Start mezőgazdasági közmunkaprogram keretében mi is zöldségek termesztésébe. Első évben uborkát termesztettünk, most 2021-ben már bővült a paletta, hisz az uborka mellett csemege, kukoricát és burgonyát is termesztettünk, illetve a jövő évi termékeknél pedig már egyeztetünk a céggel is, hogy mik azok a zöldségek vagy gyümölcsök, amelyeket ők be tudnak fogadni, és ezzel is ki fogjuk majd bővíteni a palettát. Na beszéljünk akkor ezekről a cégekről, hogy ugye most volt az alapkőletétel, mikorra fog megépülni, és egyáltalán mit lehet tudni erről az egész beruházásról, mikortól fog működni? Hát bízunk benne, hogy az alapkőletétel után hamarosan, amint az időjárás engedi, megkezdődhetnek az építési beruházás munkálatai is. Tervek szerint ez nyár végére megvalósul az építkezés, és ha minden jön, hogy akkor 2022 őszén már termelő tevékenységet tudnak folytatni az üzemek. Magyar beruházóról van szó, magyar márkával? Magyar cégekről beszélünk, igen. A termékek is magyar márkanévvel fognak majd futni. Ahogy a felvezetőben elhangzott, az önkormányzat eladta ezeket a telkeket, ugye? Így van. Ugye korábban az önkormányzati vagyon, önkormányzati földek értékesítésénél nem volt az szempont Újfehértón, hogy azokon a földeken, amelyeket értékesít az önkormányzat, termelő beruházások jönnek létre. Itt most ez ugye duplán jó nekünk, hisz egyrészt árbevételünk van az ingatlan értékesítéséből. Az ide, itt megvalósuló építkezések során valószínűleg újfehértői cégek is tudnak dolgozni az építkezésen, tehát ott is lesz egy újfehértői haszna ennek, valamint ugye az adóbevételekből és a munkahely teremtés, tehát adóbevétele lesz a városnak, és munkahelyeket teremt a helyi lakosoknak, tehát ez egy sokszorosan jobban megtérülő befektetés, mint hogyha eladtuk volna valakinek 10 hektár földet szántónak. Tehát mi ezt sokkal fontosabbnak tartom. Ha már munkahely teremtés, akkor hány fő fog itt dolgozni? Hát üzemenként olyan 20 fővel terveznek induláskor, ez egy műszakot jelent, ha a piac igényli, akkor ez természetesen bővíthető. Munkaerő szempontjából akkor Újfehértó ezt tényleg ki tudja elégíteni? Tehát van igény rá?
Én, ahogy beszélgetek az emberekkel, Újfehértón dolgos emberek laknak, ezt mindig elmondom, nagyon alacsony a munkanélküliség nálunk, viszont nagyon sokan ingáznak. Tehát a városból reggel és este kiáramló embereket szeretnénk Újfehértón tartani, hisz például csak egy példát mondok, délután 5 óra körül 3-4 olyan busz is áll a város buszmegállóiban, amelyek a környékbeli nagy gyárakba hordják az embereket. Mi ezt szeretnénk, hogyha helyben tudnánk ezeket az embereket tartani, hisz dolgozni szeretnének, csak ugye nem mindegy, hogy el kell utaznom napi 1-1,5 órát, vagy helyben felülök a biciklire és kimegyek a gyárba dolgozni, és még reggel el tudom engedni a gyereket iskolába. Közmunkaprogram megvalósul a településen? Igen, van közmunkaprogramunk, ebben az évben 120 fő körüli létszámmal dolgoztunk, amelyben intézményi közfoglalkoztatottjaink voltak, akik a közterületeket tartották rendben, és amint az előbb említettem, mezőgazdasági közfoglalkoztatást is elkezdtük 2020-ban. És említette az előbb, hogy ugye nincsen ipari parkjuk még. Béli szándékok melyek? Hát ugye van egy olyan terület a városnak, ahol ez szerintem ideális lehet a 4-es főút mellett. A most induló top pluszos pályázatok keretében szeretnénk az egyik ilyen területnek a közművesítettségén javítani, úgyhogy erre vonatkozó pályázatot fogunk majd benyújtani jövő év elején. Bízunk a sikeres elbírálásában, és akkor ezzel is tudunk még több céget majd Újfehértóra csalogatni. Mert akkor ilyen nehéz egyébként egy ipari parkot létrehozni, tehát ennyire forrásigényes, pénzigényes? Hát ugye vannak olyan települések, amelyek szerencsések, hogy van földterületük, hát nekünk ez sincs sok, tehát nem sok földterülete van az önkormányzatnak, és a közművek kiépítés az egy kardinális kérdés, ugye ez sok időbe is és pénzbe is kerül, tehát egy kisebb méretű ipari park kialakítása is milliárdos nagyságrendet jelent. Ha pedig létrehozzák, akkor ott kedvezményesen adnak majd telkeket? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Miért jó, hogyha oda megy majd egy befektető? Hát én úgy gondolom, a befektetőnek lesznek majd igényei, hogy milyen energiaigényei vannak. Nekünk ezt már előre biztosítani kell, azzal a földrajzi adottsággal és földrajzi kedvező helyzettel, amivel mi rendelkezünk, tehát Nyíregyháza Debrecen között, 4-es főút mellett autópálya közel van, vasúti vonal is van ugye a város mellett, fővonal halad el. Tehát, Debrecen is közel van. Debrecen is közel van, tehát nagyon jó helyen vagyunk ilyen szempontból, tehát én biztos vagyok benne, hogyha jön egy befektető, hogy szeretne olyan területet, ahol az ő általa kért közművek megvannak, akkor Újfehértő egy jó hely lehet majd neki. Folynak tárgyalások egyébként a tekintetben? Érdeklődnek? Folyamatosan. Tehát Nyíregyházára tervezett cégek is már jelentek meg Újfehértón, akik Nyíregyházán valami miatt nem tudnak letelepedni, illetve a BMW gyár építése kapcsán is már voltak érdeklődők, hogy szeretnének Újfehértó környékén letelepedni, hisz a BMW gyár is tőlünk 30 kilométerre fog épülni. Na, beszéljünk egy másik beruházásról, amely már befejeződött. Pénteken lesz ugye az átadó ünnepség, tehát az egyik beruházásnak mondhatjuk azt, hogy letették az alapkövét, a másik pedig befejeződik, ez egy állami beruházás, egy sportközpont megépítése. Így van, a Honvédelmi Sportközpont építése fejeződött be a napokban, amelynek az ünnepélyes átadására tervek szerint pénteken kerül sor, az országban elsőként, ugye ezt mindig is mondtuk, hogy szerettük volna, hogy Újfehértón épül ez meg először, ez sikerült, úgyhogy az országban jelenleg épülő 5 honvédelmi sportközpont közül az első Újfehértón kerül majd átadásra. Miért is jó, hogy önök az elsők? Hát mindig jó elsőnek lenni valamiben. Tehát én úgy gondolom, hogyha valamiben lehet elsőnek lenni, akkor legyünk elsők, ne másodikak, ne harmadikak, hanem tudják azt, hogy ez, amikor már a 8.-10. annak már nincs olyan hírértéke, mint ha valamiből az első épül meg, és ezért is nagy öröm számunkra, hogy, és köszönöm a kivitelezőknek, hogy a nyüstöléseket megfogadták, és tényleg olyan munkát végeztek, hogy Újfehértón valósulhat meg, és itt is külön öröm a számomra, hogy nagyon sok újfehértói alvállalkozó dolgozott az építkezésen, tehát újfehértő emberek is magukénak érezhetik majd ezt a sportközpontot. Mi lesz ennek a funkciója? Ugye itt a honvédelmi és hazafias nevelés lesz az elsődleges feladat. Én voltam most benne a napokban is, tehát rendszeresen járok ki. Már a küzdőszőnyeg már elkészült, ahol majd ilyen honvédelmi küzdősportokat gyakorolhatnak a fiatalok. A lőtér már készen áll, tehát lövészet is lesz, maroklőfegyver, illetve légpuska és robbanópuskával is lehet majd lőni, és az udvarán pedig kialakítanak egy akadálypályát, ahol a fiatalok trenírozhatják magukat. Én úgy gondolom, ez nagyon fontos, ha már nincs sorállományi honvédség, azért a minden fiatal, ha kedvet érez hozzá, akkor ezeket az ismereteket elsajátíthassa. És önöknél laktanya sincs? Nincs, így van. Ugye? És nincs. Mégis honvédelmi sportközpont nyílik. Én úgy gondolom, hogy ez fontos volt abban, hogy Újfehértő kapta ezt, hogy ez még egy korábbi beruházás, az, hogy mi három megye
találkozásánál vagyunk jóformán, tehát nagyon jók az adottságaink, és a Tiszántúlon nálunk lesz először, tehát Hajdú-Bihar és Szabolcs megyének mi a határán vagyunk, illetve Borsod megye sincs olyan nagyon távol tőlünk, tehát ebből a három megyéből nagyon könnyen megközelíthető lesz ez az objektum. Ha jól tudom, önnek a szíve eléggé közel áll a futballhoz. Így van. Úgyhogy ennek megfelelően futballpálya is lesz, aminek körülbelül különösképpen örül. Így van, én ugye régi óta szervesen kapcsolódok az újfejtői futball élethez, és egy 2016-ban kezdődött projekt fog most, ha minden jó megy, hamarosan elindulni, hisz kormányzati támogatásból épült egy futópálya, egy kondipark, és volt még egy eleme ennek a projektnek, egy labdarúgó pálya öltöző épülettel együtt, ami hát 4 éve húzódik, de most végre oda jutott a dolog, hogy ott is holnap munkaterület átadás lesz, tehát hamarosan ott is megkezdődik az építkezés. A régi futballpálya helyén egy modern 21. századi futballpálya épül, feletlelátóval, kiszolgáló helyiségekkel, tehát Újfejtón jó lesz futballmese járni majd. Csapatunk is jó, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy jó meccsek legyenek. Na igen, ez lett volna a másik kérdésem, mert ugye azt be kell tölteni élettel is. Igen, a belvíz elleni védelem az folyamatos téma önöknél, most eltéren mi a helyzet? Ugye Újfejtő egy mélyen fekvő település, és a lehulló csapadékot nehéz és problémás elvezetni a településről, úgyhogy az elmúlt időszakban több pályázatot is benyújtott már az előző önkormányzat is, és már a mostani új vezetés is, amelynek keretében több mint 1 milliárd forintot nyertünk az elmúlt egy évben csapadékvízhálózat fejlesztésére, amellyel a városban megtalálható gócpontokból már többet sikerült megoldani, de még mindig van ebben feladat, úgyhogy csapadékvízelvezetésre is szeretnénk majd pályázni a jövő évben. Most jelenleg zajlanak munkálatok? Az egyik projektnek a fizikai megvalósítása lezárult, ott még ebben az évben lesz egy átadása a projektnek, és a harmadik projektnek pedig a tervezési munkálatai zajlanak, kivitelezési munkák most nincsenek. A következő EU-s költségvetési ciklusban megjelenik a TOP Plus. Önök már kinéztek-e néhány olyan leendő fejlesztést, vagy beruházást, pályázatot, amelyet úgy gondolják, hogy kompatibilis az önök önkormányzatával? Hát, Újfejtón, ahogy beszélgettünk, van nagyon sok fejleszteni való van még. Itt az intézményházatról beszélünk, van elavult óvodaépületünk, úthálózatunk az igencsak felújításra szorulna, csapadékvízhálózata még mindig fejleszthető lenne, illetve az előbb beszéltünk, az ipari parkos fejlesztésekben is gondolkodunk, aztán meglátjuk, hogy mire tudunk sikeresen pályázni. Na még azért mindenképpen beszéljünk karácsonyról, karácsony előtti időszak, ugye az adventi időszak, amikor hát számos település belvárosa ünnepi fénybe öltözik, most önök is ünnepi fénybe öltöztek, rendhagyó módon. Igen, ennek sem volt korábban hagyománya, tavalyi évben ugye a tavalyi karácsonyt azért a Covid elég rendesen helyre tette, úgyhogy tavaly már azzal szerettük volna az emberekben egy kis jókedélyt kelteni, hogy a polgármesteri hivatal környékét, illetve a főtér egy részét szép díszkivilágításba öltöztettük. Ennek nagyon nagy sikere volt, úgyhogy ezen felbuzdulva ebben az évben még jobban, még többet áldoztunk erre, hogy szép legyen a belváros, és esténként, ha ugye korán sötétedik, és esténként, ha járom a belváros, látom azt, hogy gyerekek, idősek nagyon sokan sétálgatnak, fotózkodnak, tehát rengeteg fotó készül a Újfejtő belvárosban, úgyhogy most kértünk is a lakosoktól, kértem, hogy gyűjtsük össze ezeket a képeket, aztán majd ebből csinálunk egy albumot. Illetve 2019-ben egy karácsonyi forgataggal is kedveskedtünk a helyben lakóknak, ugye akkor még nem volt vírus, akkor még nyugodtan lehetett ünnepelni. Most ezt szeretnénk felújítani, tavaly ismét előhozni, tavaly nem sikerült, de most december 17-én péntektől december 23-a jövő csütörtökig 7 napon keresztül karácsonyi forgatag lesz a városi piac, az épülő új piac melletti régi kis piac területén, faházakkal, forradborral, minden, ami ilyenkor kellemes. Nagyon szerették az emberek, mert tudtak végre nyugodt körülmények között beszélgetni. Bízunk benne, hogy az idén is így lesz. 2022-es esztendő. Beszélgetésünk végén azért mindenképpen kérdezném, ugye, hogy milyen kilátások. 2022-ben szeretnénk a még folyamatban lévő projektjeinket befejezni. Itt a kerékpárút, belvárosi kerékpárút projekt az már eléggé jó állapotban van, tehát azt tavasszal mindenképpen befejezzük. Közelmúltban nyertünk kormányzati támogatást arra, hogy a város egyik főutcája melletti kerékpárutat felújítsuk, illetve annak azt folytassuk majd a egészen a Honvédelmi Sportközpontig, hogy kerékpára is jól megközelíthető legyen az objektum. Aztán a piac építése is nagyon jó ütemben haladott, azt is szeretnénk nyár elejére, nyár közepére, hogyha elkészülne, illetve ugye ezek a futópályázatok, illetve január, február, március hónapban pedig
a TOP plusz pályázatra benyújtani pályázatokat, és ami nagyon fontos, hogy nyáron több rendezvényt szeretnénk ismét csinálni, hisz tavaly ebben az évben is azok a nyári rendezvények, amelyeknek nagy sikere van, a Fűtös Fesztivál, vagy augusztus 20-a, azokat jövőre is szeretném megtartani, és minél több embernek megmutatni Újfejtó szépségét. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget. Szombaton Balkányban rendezett szakmai fórumot a megyei agrárkamara. A találkozóra meghívták Nagy István minisztert is. A rendezvényen ott volt Kindúk Szemese kollégám is. 221-es számú közlönyben megjelent az, hogy 2,8 milliárdért megkezdődött az a beruházás, ami a keleti főcsatorna és a Tiszaát összekötné, a vízválasztón elvezetett vízzel, és minden csatornát onnan táplálnánk meg, ahol valamikor a elvezetés céljából a csatornák megépültek. Az északnyírség vízellátásának tervezése indul a közeljövőben. A kivitelezés 2023-ban kezdődhet, és mintegy 2000 négyzetkilométeres területet érint. Erről is szóltak a Balkányi Agrárfórum előtti tájékoztatón. Mint ismert, a klímaváltozás miatt egyre súlyosabb a vízhiány a térségben. Ezért kiemelten fontos a vízpótlás és visszatartás, valamint a csatornahálózat bővítése és új tározók építése. Szakemberek szerint 2021-ben kegyesebb volt az időjárás a térségben gazdálkodókhoz. A mi megyénkre vonatkoztatva sokkal szájos területekről hallhattunk a nyáron. A mi megyénkben ez kis területekre korlátozódott, úgyhogy nem befolyásolja. Elmondhassuk, hogy kalászosból és kukoricanapraforgóból talán az évtized második legjobb termése van, és ennek nagyon örülnek a gazdák, ugyanis ez párosult egy kimagaslóan magas árral, úgyhogy azt mondhassuk, hogy a szántóföldi növénytermesztők egy nyereséges évet zárnak. Nagyon sajnálatos, hogy viszont az állattartók pedig találkoznak egy magas takarmány árakkal, és az ő jövedelmezésük pedig rombolódik. Történelmi léptékű döntést hozott a kormány a gazdák érdekében. Erről is beszélt Nagy István agrárminiszter Balkányban. 4,5-szeresére növelték ugyanis az uniós források társfinanszírozását. A támogatás mértékét a korábbi 17,5%-ról ugyanis 80%-ra emelte a kormány. Ez azt jelenti, hogy soha nem látott mértékű forrás érkezik a magyar vidékre, hiszen 4265 milliárd forint lesz az, amivel a gazdák fejleszthetnek és beruházásaikat elvégezhessék. És hogyha ehhez hozzáveszik az egyes pillérből jövő, majd 3000 milliárd forintnyi forrást, akkor bizony azt mondhatjuk, hogy a magyar vidék megújulása, a magyar agrár és élelmiszeripar megújulása várható. Hiszen ez a forrás, a 4265 milliárd, háromszor több, mint a megelőző 7 esztendőben volt. És azt láttuk, hogy termelni megtanultak a gazdáink, az elmúlt 10 évben mindig az első 3 között voltak egész Európai Unióban, viszont a versenyképességük, mert a feldolgozóipar, konzervgyártás háttérbe szorult, ezért nem volt megfelelő a versenyképesség. Most pontosan ezekkel a forrásokkal, a megnövekedett forrásokkal ezt tudjuk pótolni. Regionális szinten hűtőházakat, tárolókapacitásokat, feldolgozókapacitásokat, konzervgyárokat, élelmiszeripari beruházásokat támogatunk, hogy minél nagyobb hozzáadott értékkel, minél nagyobb jövedelemre tudjanak szert tenni a magyar gazdák. Versenyképesség egyik fontos eleme a kutatásfejlesztési források lehívása. Ezzel kapcsolatban történt ugye összefogás is, ez most hol tart? Így van, hiszen az Európai Uniós országokat összefogva létrehoztunk egy olyan közösséget, hogy közösen pályázzuk meg ezeket a forrásokat, hiszen az nem lehet, hogy kevesebbhez jutottak a kelet-európai partnerországok, mint egy harmadik országbeli ország ezekből a bioiszt alapból. És azt szeretnénk elérni, hogy ezzel az összefogással, a V4-ekkel és természetesen a balkáni-baltikumi országokkal kiegészítve egy meghatározó részét, a ránk eső részt el tudjuk hozni, és ezt közös fejlesztési projektekbe megint csak arra terelve, hogy hogyan tudunk fenntarthatunk gazdaságot, hogyan tudunk a teremtett világunk minőségért minél több jót tenni, és hogyan tudjuk a tudományt, az innovációt a magyar agrár és élelmiszeripar számára hasznosíthatóvá tenni. Hamarosan itt a karácsony, több érdekes akcióval várja ügyfeleit a megyei hulladékgazdálkodó. Vendégem Eberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt. Jó estét kívánok. Már karácsony előtt korábban meghirdettek egy akciót, méghozzá egy karácsonyfa akciót. Pontosan miről van szó, és miért kellett már ilyen korán meghirdetni? Így van.
Ennek a ezévi karácsonyfa akciónak két külön ága van, az egyik pedig az, hogy a leszedett karácsonyfát, azt az eddigi úgymond hagyományok szerint átveszük és sorsjegyre adunk érte, de külön sorsjeggyel és vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk azt, aki egy töves fenyőt hoz be karácsony után, mint leszedett karácsonyfát. És éppen azért hirdettük ezt meg úgymond ideje korán, hogy már aki most azon gondolkozik, hogy milyen fenyőfát, műfenyőt, vágottat vagy töveset vegyen, az ennek figyelembevételével tudjon dönteni, hogy amennyiben töves fenyőt vásárol és az karácsony után leszedve behozza a Kerék utcai vagy a Korányi utcai hulladék udvarunkba, akkor 4000 forintos vásárlási utalványt tudunk érte cserébe adni. A vásárlási utalvány összegét a Nyír VV Kft. És az EA Kft. Biztosítja, az akcióban Nyíregyháza megyei jogúváros is részt vesz, és az így begyűjtött karácsonyfák, illetve akkor már fenyőfák, ezek szakszerű gondozás mellett a tavasz folyamán a Bújtosligeten kerülnek kiültetésre. Azt mondta, hogy nem először van ez az akció. Mik a tapasztalatok? Tehát az emberek tényleg a leszedett karácsonyfájukat, mármint hogy a leöltöztetett karácsonyfájukat beviszik önökhöz? Így van. Több száz leöltöztetett karácsonyfát hoztak már be. Ezek vágott fenyők voltak a korábbi évek során. Sőt, volt olyan, aki ebbe valamilyen szintű kedvét lelte, mert több százat hozott be. Lehet, hogy összegyűjtötte még az utcán. Így van, összegyűjtötte mindenhonnan, és behozta. Nektek. Ugye minden egyes fáért adunk egy sorsjegyet, amivel utalványt lehet majd nyerni. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ez igenis egy pozitív akció. Ezek a így leszedett és behozott karácsonyfák nem az útszélén kallódnak itt-ott-tamott, hanem rendezett körülmények között egyszerre kerülnek begyűjtésre, illetve nem utolsó sorban ezek a hulladékkezelő telepünkön a később komposztálásra kerülnek. Ha valaki töves fenyőfát vásárol, miért jobb, hogyha beviszi önökhöz? Vagy ez a tapasztalat, hogy tényleg beviszik, mint az, hogy mondjuk kiültessék a kertjükbe? Tavalyi év folyamán volt ilyen, hogy először meghirdettük a töves fenyőket, akkor, ha jól emlékszem, ilyen 20-30-as szám lehetett az, ami töves fenyő érkezett be. Gondoljunk bele abba, hogy ugye nem kevesen laknak olyan lakásba, ahol nincsen kert. A töves fenyő vásárlásával gyakorlatilag egy fenyő életét megkímélik, sőt, utána hozzájárulnak, hogy ebből egy erdős fás, egy liget alakulhasson ki. Igen, hát ezzel kapcsolatban mindig vannak a polémiák, hogy akkor most melyik kivágott a jó, melyik fát, a kevésbé környezetszennyező. Igen, élő vagy esetleg műanyag, de akkor töves, nem töves. Én úgy gondolom, hogy az élő és a műfenyő között, mármint a vágott és a műfenyő között valóban lehet polémiázni, hogy melyiknek kisebb a környezeti hatás, úgymond az előállításnak, kivágásnak, megsemmisítésnek. Ezzel mind a kettővel ellentétben a töves fenyőnek biztos, hogy a legkisebb a három közül. Tehát én azért... Én akkor már most rákérdeznék a véleményére, melyikre a nagyobb a környezet, melyiknek nagyobb a környezet terhelése, a műanyagnak, vagy éppen a kivágott? Hát, hogy ne foglaljak ebbe állást, én úgy gondolom, hogy a műanyagnak mindenképp nagyobb, még akkor is, hogyha azt több éven keresztül fel lehet használni. Ugye egy fa, ameddig él, még addig is úgymond széndioxidot köt meg, talajnak a fenntartásához hozzájárul, tehát mindenképp pozitívabb, még akár a vágott fenyő vásárlása is. A töves fenyői pedig különösen. Az idei karácsonyfa hulladék elszállítás rendje nem fog különbözni az előző évektől? Nem. Mindenkit arra bátorítok, hogy a honlapunkon megtalálható valamennyi gyűjtőkörzetnek a naptára, tehát azt nézze meg, és ott pontosan le van írva, hogy melyik napokon szedjük a karácsonyfákat, a leszedett karácsonyfákat. De ha már gyűjtési napokról beszélünk, arra is mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét, hogy ebben az évben az ünnepek miatt nem történik gyűjtési nap áthelyezés, tehát 24-én és 31-én is a menetrend szerint gyűjtjük a hulladékot. És a karácsonyfákat pedig nem egy adott helyre kell dobni, nem. Hanem mint például a lomtalanításkor, így van. Ugye a hulladék szigetek mellé. Így van, tehát hulladékgyűjtő edények mellé, azok is a naptárban megtalálható, hogy azokat mikor fogjuk összeszedni, két külön időpont van rá. És hát szépen akkor nem a kommunális hulladékkal együtt? Nem, persze, hogy nem. Tehát azokat is külön karácsonyfagyűjtő járatunk van, hogy úgy fogalmazzak, ami ezeket begyűjti.
Karácsonnyal, ha már olyan sokat beszéltünk, még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ugye kimagaslóan ilyenkor keletkezik a legtöbb hulladék a csomagolásoknak köszönhetően, és menetrend szerint ilyenkor meg is kapjuk, hogy nem gyűjtöttük össze, nem időben szedtük össze, stb. Ilyenkor akkora terhelés, hogy arra kérek mindenkit, hogy próbálja meg a csomagolási hulladékát, vagy a bármilyen hulladékát a lehető legkisebb térfogatúra összesajtolni, és úgy elhelyezni a hulladékgyűjtő edénybe, annak érdekében, hogy annak kapacitása elegendő legyen. Akkor ilyenkor több hulladék van, de az nem jelenti azt, hogy többször fogják elszállítani a hulladékot. Nem, ugyanúgy menetrend szerint haladunk, ahogy az a megadott naptárakban szerepel. Mennyire gyűjtik tudatosan, tudom általános kérdése kicsit, de a szelektíven a hulladékokat mostanság egyre jobb ebbéli magatartása a lakosságnak? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy fejlődő tendenciát mutat, de azért mondanék két számot, ami ezt tükrözheti. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelen pillanatban a vegyesen összegyűjtött, tehát ez a szürke kuka, amit vegyesen mindenki kivisz a háztartásából, durván olyan 120 ezer tonna hulladék keletkezik egy év során. Ez így kimondva nem olyan nagy, de ez gyakorlatilag 120 ezer darab személykocsinak a súlya, annyi keletkezik. Ezzel szemben, ami szelektív hulladék, az körülbelül olyan 12 ezer tonna, tehát durván azt mondhatjuk, hogy 10% a szelektív hulladék aránya. Ezt a jövőben mindenképpen még nem is azt, hogy ajánlott, hanem szükséges lesz magasabbra emelni ezt az arányt, tehát hogy minél több hulladékot igyekezzünk szelektíven begyűjteni. Külföldi tapasztalatok, tehát ha összehasonlítjuk, most nem tudom melyik országgal, ugye a nyugati országgal, akkor tehát hova kell még fejlődnünk, azt akarom ebből mindenképpen a szelektív gyűjtés felé kell elmozdulnunk, különösen úgy, hogy ilyen 50-60-70%-os újrahasznosítási arányokat kell teljesítenie majd az országnak néhány éven belül. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk Németországban a szelektív hulladék aránya az ekkora az igen, összeshez képest? Így van, így van. Tehát ők már ennyivel előrébb járnak, mi még csak 10%. Úgy gondolom, hogy igen, igen. Tehát mindenképpen növelni szükséges a szelektív gyűjtésnek az arányát. Ebben fog majd segíteni az a csarnok, amelyiket, ha minden igaz, 2022-ben igen. Létrehoznak egy szelektív. 23 év végéig, tehát én úgy gondolom, hogy a szelektív gyűjtéshez igyekszünk a infrastruktúrát és a lehetőséget megteremteni. Első lépés volt, hogy minden, a megyében jóformán minden családi házat a társulás közreműködésével 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edénnyel tudtunk ellátni. Továbbá ez jelenleg is fennáll a társasházaknak ez a lehetőség, hogy ők is kaphatnak, ingyen is használhatnak ilyen szelektív hulladékgyűjtő edényt. Ahogy ezek az edények kihelyezésre kerültek, a szelektív hulladék mennyisége folyamatosan nő, de a mi válogató kapacitásunk jelenleg erre a 10, maximum 15 ezer tonnára képes. Éppen ezért a társulás egy KEHOP pályázat keretében állami és EU-s támogatásból bővíti ezt a válogató gépsort. A legmodernebb optikai válogatókkal kerül majd felszerelésre a hulladékválogató gépsor, és ezzel a jelenleginek többszörösét tudjuk majd, a jelenlegi hulladékmennyiségnek többszörösét tudjuk anyagfajtánként szétválogatni. Azt elárulja nekünk így érdekesség gyanánt, hogy mondjuk a PET palacból mi lesz? Küldik. A PET palackot döntően jelen pillanatban külföldi cégek vásárolják meg. Itt azért azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban ez Európában kerül felhasználásra, de a világszinten a legjelentősebb PET újrahasznosítás az a textilipar. Tehát textil szálat és pólót és ruhát csinálnak belőle. Tehát, hogy lehet, hogy valaki a hulladékát viseli. Így van, így van. Ezt így nagyon leegyszerűsítve. Az üvegről viszont kevés szó esik, és hogyha a szelektív szigetekről beszélünk, akkor vannak olyan szelektív szigetek, elég sok, ahol üveggyűjtőt nem találni. Tehát ez ritkább a városban, ugye? Igen. Most Nyíregyházára gondolom. Üveggyűjtésre kizárólag a társaságunk által üzemeltetett harang alakú gyűjtőedények szolgálnak. Ezen a kis kerek bedobó nyílás található, ahol éppen befér egy palack, ebbe kell bedobni a üvegpalackokat. Valóban ezek számát növelni szükséges a jövőben, különösen úgy, hogy a országos vállalásokban is egyre nagyobb a üveg visszagyűjtésének aránya, illetve az elérendő célokban is egyre magasabb. Tehát ebben mindenképpen nekünk is lépnünk kell majd valamit a jövőben. Sőt, nemzeti szinten valószínűleg, hogy újra bevezetésre kerül majd a üvegvisszaváltás rendszere 2-3 éven belül. Tehát akkor reméletőleg még kevesebb üveg lesz az ennek. A vegyes hulladékban. Így van, így van. A Máté Szalkai hulladékudvart viszont átadták, hamarosan nyit. Ez is azért egy komoly előrelépés.
Ugye arról beszélünk, hogy minél nagyobb arányban igyekezünk szelektíven gyűjteni a hulladékokat. Egy ilyen hulladékudvar is leginkább ezt használja. Jelen pillanatban a társaságunk csak Nyíregyházán üzemeltet két ilyen udvart. A harmadik lesz a sorban, ami Mátészalkán nyílik meg december 15-én. Ebbe a hulladékudvarban ugye az itt lakóknak nagyon bemutatni nem kell, mert használják ezeket a udvarokat. Szelektíven gyűjtött papírhulladék, műanyag hulladék, bontási hulladék, lom vagy elektronikai hulladék a lakosság részére díjmentesen leadható. Gondolom nagy igény van rá, vagy volt? Igen, igény biztosan van rá. Eddig ugye az ott élők nem igazán használhattak ilyet, hogy mekkora lesz a valós hulladék mennyiség, az majd ezután derül ki. De én úgy gondolom, hogy ha már egyetlen egy PET palack is nem az árokparton landol, hanem ebben a hulladékgyűjtő udvarban, akkor már megérte, hogy létrehoztuk. És hát lehet, hogy azért ez egy folyamatnak a kezdete, tehát nekünk nyíregyháziaknak is hozzá kell szokni ahhoz, hogy a hulladékudvarba vigyük be a hulladékunkat, és nem mondjuk az árok szélre dobjuk ki. Így van, én úgy gondolom, hogy a közszolgáltató feladata az, hogy biztosítsa ezeket a lehetőségeknek, a lakosok feladata pedig az, hogy igenis gondolkodva, a környezetért téve ide hozzák be azokat a hulladékokat, amiktől meg szeretnének szabadulni. Ha beválik, továbbiakat is terveznek? Igen. Csak még ez egyelőre képlékeny. Képlékeny tervek vannak, az országos koordináló szerv, az NHK ZRT is tervez a megyében nyitni hulladékudvart. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor vendégünk lesz Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat elnöke. A félórás műsorban közösen tekintjük át a 2021-es év történéseit, és kitekintünk a következő 2022-es esztendőre is. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!